Sok szeretettel üdvözöllek, az én nevem Bíró Bence Péter, ez a csatorna pedig önmegvalósítással és lélektannal pszichológiával foglalkozik. Ebben a videóban pedig át fogjuk beszélni a különböző személyiségtípusoknak az erősségeit és gyengeségeit, méghozzá a Big Five személyiségteszt alapján. A Big Five személyiségtesztről rengeteg információt állsz az interneten, ez az egyik leginkább felkapott és felhasznált teszt, amit a tudományos szférában ez a pszichológiai tesztekben, a pszichológiai kutatásokban alkalmazni és használni szoktak ennek pedig az öt tényezőjét fogom neked most nagyjából ismertetni, gyorsan átbeszéljük ezeket, és megbeszéljük, hogy melyiknek mi az erőssége és gyengesége, hogyha hát, és segítek abban egy picit, hogy jobban be tud magadat lőni. A legfontosabb egyébként, hogyha nagyon pontos tesztet szeretnél kitölteni, akkor mondjuk menj fel az understandmyself.com-ra, és akkor ott tölts ki a, a, Big Five tesztet, vagy akár a hivatalos Big Five tesztet is kitöltheted, csak ez mondjuk eléggé drága, ezt az interneten megtalálod. Big 5, ez a kulcs, amit érdemes beírnod. És uh, ebben a videóban akkor bele is kezdek abba, hogy hogyan ismerheted fel magadon a különböző vonásoknak a jellegzetességeit. Ugye a Big Five egy nagyon-nagyon könnyedén megegyezhető öt dimenzióból áll, hogyha ezt magy magyarul akarod megegyezni, akkor ez az óceán betű rövidítést tartalmazza. Az O, mint az Openness, a C, mint a Conscientiousness, az L, mint az Extraversion, az A, mint az Agreeableness, és az N, mint a Neuroticity. Na most mindéket le fogom fordítani magyarra, mindékre mondok információkat. Openness. Az openness az a nyitottság dimenzióra utal. A nyitottság, mennyire vagy nyitott a világra, mennyire vagy nyitott a más gondolatokra, az új gondolatokra, az élményekre, a kultúrára, a művészetre, mennyire van benned egy hajlam arra, hogy folyamatosan új és új dolgokat tanuljál, hogyha, hogyha magas az openness-ed, akkor hajlamos vagy nyitottabban szemlélni a világot, nyitottabb lenni a kultúrára, a művészetre, nyitottabb lenni az új gondolatokra, az új nézőpontokra és a tanulásra, az információra. Akinek nagyon magas az ó értéke, az könnyedén tud elsajátítani új gondolatokat, és a szabad idejében is mondjuk azzal foglalkozik, hogy tanuljon. Ha pedig alacsony az openness értéked, az pedig, az pedig arra utal, hogy mondjuk téged nem ennyire érdekelnek ezek az absztraktabb gondolatok, te szereted az ilyen, a, a, meg, a jól bejáratott dolgokat, a jól, jól bejáratott, információkat, és nem annyira szeretett, hogyha valami ellentétes információ azzal, amit te már most tudsz. Ez az openness dimenziója. Általában az openness aránylag is stabil szokott lenni, hogy ez a többi személyiség dimenzió is. Mi az előnye annak, hogyha valakinek magas nyitottsága? Az, hogy nagyon-nagyon könnyedén tud új dolgokat megtanulni, és általában a magas openness az korrelált, tehát együtt jár a magasabb intelligenciával is. Nem okozza, de együtt jár a kettő egymással. Szóval ez egy előny milyen hátránya lehet az opennessnek, Például, hogyha valaki nagyon, nagyon magas a nyitottság értéke, nagyon magas a nyitottság dimenziója, az hajlamos akár arra is, hogy elugaszkodott dolgokat gondoljon, és kevésbé realisztikus ötletei legyenek, vagy akár negatív gondolatai is, hogyha mondjuk magas mellett a értéke. Tehát aki mondjuk nagyon magas openness rendelkezik, az hajlamos a doboztól elugaszkodva is gondolkodni. Ha az opennessre re akkor foglalkozzunk a C betűvel, az óceánnak a második betűje, ugye a conscientiousness, vagy lelki ismerete. A lelkiismeretesség is több faktorból áll, több részre lehet lebontani, de hogyha nagyon egyszerűsíteni akarjuk, akkor az lényegében a lelkiismeretesség mi is jut erről eszedbe. Gyakorlatilag, hogyha valaki kitűz magának valamit, akkor az tartja és halad felé, mennyire hajlamos keményen dolgozni, mennyire hajlamos betartani azt, amit ígér, mennyire hajlamos rendet tartani maga körül vagy mennyire hajlamos hatékonynak lenni, vagy mennyire éppen elterelhető a fókusza. Ha valakinek nagyon-nagyon magas a lelkiismeretessége, akkor neki nehezére esik a pihenés, tehát ez egy ilyen gyenges, gyengesége, úgymond, hogy, hogy esetleg túl stresszeli magát, túl dolgozza magát, ha viszont nagyon uh, alacsony, ez a kánsiensös lesz, akkor mondjuk nevezhető akár lustának is ez a személy, viszont könnyedén tud lazítani, és jó a társaságában lenni, könnyedén tud akár neked is segíteni, hogy el tudja lazulni, hiszen ő már erre képes, könnyedén tud mondjuk filmet nézni, játszani, ezekkel az emberekkel mondjuk jó szórakozni, míg mondjuk, hogyha egy nagyon-nagyon elkismertes személy vagy, egy sűrű napod van, akkor érdemes egy találkozót úgy szervezni, hogyha egy alacsony lelkismeretessége rendelkező személlyel találkozó, hogy, hogy az valószínűleg több időt fog igénybe venni, mint amennyit te rászánnál. Szóval, aki nagyon-nagyon lelkismeretes, rengeteget dolgozik, a kevésbé lelkismeretes, ez meg könnyedén ki tud kapcsolódni, és mondjuk ő inspiráló példa lehet annak a számára, aki szeretne mondjuk kikapcsolódni. Oké, szerintem ebből már kijött nagyjából az a hátránya. Haladjunk tovább az erre az óceán harmadik betűjére az az extraverzió. Nagyon sokan használják ezt a kifejezést, hogy extravertált, meg hogy introvertált, de mit is jelent ez pontosan? Ebben a videóban nem fog erről részletesen reflektálni, csak néhány alapgondolatot fogok veled megosztani. Hogyha valakinek mondjuk magas az extraverziója, az hajlamosabb mondjuk impulzívnak lenni, hajlamosabb mondjuk az ingereket keresni, hajlamosabb spontánnak lenni, hajlamosabb mondjuk új újdonságokat megtapasztalni, hogyha valakinek magasabb az extraverziója, az jobban kedveli a társaságot, feltöltődik benne, mondjuk szeret beszélni, könnyedén teremt kapcsolatokat, még hogyha valakinek alacsony az extraverziója, az ennek az ellenkezőjével jár általában együtt. alacsonyabb extraverzió. Az, az, a személy, az mondjuk jobban szeret nyugodt körülmények között lenni. Neki az az erőssége, hogy éppen valami alacsony inger szintű tevékenységeket kell végezni. Általában ezek a személyek jobb, jobbak benne. Mondjuk egy extravertáltabb személy, az mondjuk jobb lehet mondjuk egy rendezvényszervezésben, viszont rengeteg impulzus és rengeteg uh, inger éri őt. Egy introvertált személy pedig mondjuk egy könyvtárban, vagy akár egy, egy uh, administratív feladatban rengeteg uh, Erősséggel rendelkezik, de természetesen ennél jóval többről van szó, és nagyobb a spektrum, ez csak egy gyors bevezetés. Akkor haladjunk is át az. Arra az agreeablenessre, ez a barátságosság magyarra lefordítva, barátságosságnak a dimenziója. Mit is kell erről tudni? A barátságos személyek, akiknek magas a barátságosság értéke, azok hajlamosabbak a kompromisszumra, hajlamosabbak más embereket előtérbe helyezni saját magukkal szemben, hajlamosabbak egyetérteni másokkal, hajlamosabbak arra, hogy pozitívat feltételezzenek másokról, hogy jó szendékot feltételeznek másokról, és jó szendéka viszonyulnak másokhoz. Akinek alacsonyabb az agreeableness ez, vagy a barátságosság dimenziója, pedig, Jobbak abban, hogy érvényesítsék a saját akaratukat, hogy jobbak akar abban, hogy asszertívan kommunikálják azt, hogy mit, mi az, amit ők valójában akarnak. Ezek a személyek mondjuk hajlamosabbak, ugye, akik alacsonyabb barátságossággal rendelkeznek, őszintébbek lenni, mint mondjuk a bará magas barátságossággal rendelkező személyek, mert mondjuk őket nem zavarja annyira, hogy mások mit gondolnak róluk, vagy nem, nem félnek a kapcsolat elvesztésétől annyira, vagy éppen nem ez az egyszerűlegis motivációjuk, hanem ők inkább uh, hajlamosabbak egyenesek lenni, akik mondjuk kevésbé barátságosak, viszont nem figyelnek annyira más embereknek az érzésére nagyon sok esetben. Természetesen, mint itt is mondom, rengeteg fajta ember van, ahány ember, annyi um, érték és annyi fajta árnyalat van ebben is, tehát ezek ilyen általánosítások. Mi az előnye, mi a hátránya? Ha valakinek nagyon magas a barátságoság értéke, annak az a hátránya, hogy, hogy, hajlom, hogy őt könnyebben ki tudják használni mások, és gyakran ki is használják őket, nehezebben tudják érvényesíteni az akaratukat. Mondjuk a, az alacsonyabb egrében lesz rendelkező személyek pedig mondjuk kevésbé vonzó társaságok, ők pedig általában kevésbé boldogabbak és kevésbé tartósabbak az ő párkapcsolataik és az ő emberi kapcsolataik. Oké, okay? U, C, E, A, Na, és az utolsó érték az az N, vagy a neuroticity. A neuroticitás az pedig a negatív érzelmi hajlamra, hajlamra, utal. A negatív érzelmi hajlam, na ez egy nagyon izgalmas és érdekes kérdés, rengeteget filóznak rajta a tudósok, és, és nézegetik azt, hogy ez most akkor mennyire megváltoztatható, vagy éppen mennyire stabil, ez most éppen öröklőt, vagy éppen a környezet traumái okozzák, vagy éppen esetleg a személynek a, a negatív nézőpontjai, ahányfajta elmélet, annyi fajta megközelítés, de mit is jelent a neuroticity? Aki magasabb neurotizitás értékkel rendelkezik, az hajlamosabb uh, szélsőséges érzelmeket megérni, hiszen hullám, hullámzóbbak az érzelmei. Könnyebben kibillenthetőek, több negatív érzést tapasztalnak meg. Amikor mondjuk bizonytalan helyzet van, akkor ők hajlamosabbak arra, hogy magukban kételkedjenek, hogy magukban keressék a hibát, hogy mondjuk. Uh, Más emberekről is rosszat feltételezzenek, és azt gondolják, hogy mondjuk a kapcsolatuk esetleg veszélyben van, vagy valami rossz dolog fog történni velük. Szóval a magasabb, érzelmi, magasabb negatív érzelmi hajlam az, az ebben a szempontból. Uh, igazából általában azt szokták mondani, hogy ez kevésbé előnyös, hiszen több negatív érzéssel jár egyrésztről, másrésztről pedig nagyon sok korrelációban áll, a rosszabb párkapcsolatokkal, a rosszabb elégedettséggel, a rosszabb egészséggel, rövidebb tartalmal van együttjárásban Viszont vannak erősségei is, például, hogyha mondjuk valaki aggódósabb, az mondjuk lehet, hogy mondjuk jobban fel tud készülni egy lehetséges katasztrófára, lehetséges problémára, és mondjuk nagyobb biztonságot tud megteremteni, mint mondjuk egy olyan személynek, akinek alacsonyabb a neurotizitása. Vagy például a neuroticitás, az szintén lehet egy motiváló, inspiráló tényező. Én mondjuk egy magasabb neuroticitással rendelkezek, mint az átlag, az understandmyself.com alapján. Ez pedig nekem egy előny abból a szempontból, hogy mivel sok negatív érzést tapasztalok meg, ezért nagyobb a töltésem, nagyobb az erőm, energiám arra, hogy változtassak, és, és jobb és jobb legyek minden nap, jobb és jobb életet teremtsek nap, mint nap. Ez egy többet meditálók, járok terápiára, tehát nagyon-nagyon sok fejlesztő tényezőt is ad nekem. Még hogyha valakinek alacsonyabb a neurotizitás értéke, ők általában jobb hangulatra, érzelmi stabilitásra, hosszabb és boldog a párkapcsolatra, és általában nagyon-nagyon uh, gyakran magasabb egészségességre és, és uh, magasabb élettel való elégedettségre is uh, szert tehetnek. Szóval ez volt a rövid bemutatása a Big Five dimenzióknak. Kérdés, hogy te mondjuk nagyjából hogyan helyeznéd el magad, nem kérem, hogy ezt őszintén írd le a kommentben, csak érdemes ezt átgondolnod, és ami fontos tanulság ebből az egészből, hogy akármelyikben is vagy, akármelyik dimenzióban, akármelyik skálán, mindegyiknek vannak erősségei és gyengeségei, előnyei és hátrányai, és igazából rajtad múlik az, hogy olyan életet teremts magad köré, ahol ezeket erősségként tudod megélni, és nem pedig gyengeségként. Köszönöm szépen, hogy megnézte ezt a videót, ha tetszett neked, akkor iratkozz fel a csatornára, ha pedig személyes konzultációra szeretnél jönni hozzám, akár ezt még ében még éve megbeszélni, vagy más személyes kérdéssel, célra vágyja a problémával, akkor azt a fullfield.hu per kiégés, vagy a vállalkozói kiégés.hu oldalon teheted meg. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, remélem, hogy hamarosan személyesen is találkozunk.